Köszöntöm a stúdióban Szalai Istvánt, a Közéleti Kávéház elnökét, kivel a következő percekben a nyári programokról fogunk beszélgetni, hiszen a Közéleti Kávéház nem ment el nyári szünetre. A Közéleti Kávéház, mindig el szoktam mondani, olyan, mint a Hyde Park, tehát mindig mindennel foglalkozik, de azért valóban van évszakoknak megfelelő program is, és hát ilyenkor a könnyed programok jönnek. És ezeknek könnyed helyszínei is vannak. Egy párat meg is említettek kapásból. A mai napon például a pozsonyi csatára emlékezik a kávéház, de hát ez egy koszorúzás lesz ott az Árpád téren, de ez csak egy nagyon szűk körű. Az igazi emlékezés az kint van az emlékkertbe, ami egy újonnan létesült hát kert, egy városvédő polgárunk van, úgy hívják, hogy Szilágyi Árpád, és ő felajánlotta a kertjét gyönyörűen, kiparkírozta, szobrokkal látta el, ott van a pozsonyi csatának is egy emlékműve, ez a Földműves utca 13-ban van, minden megtalálható ebbe a programfüzetbe, ezt így föl is mutatom, hogy ezeket lehet látni, 2000 példányban megjelenik, kapható a Városházán, Somogyi Könyvtárban, a Szabba, a Jogi Kari Portán, ott a Lófaránál, tehát több helyen hozzá lehet férni, és ott kellemes felüdülés van ezekben a kertekben, de hogy folytassam a nyári programokat, a legnagyobb nyári programunk az a hónapnak a második felébe lesz, 23-án kezdődik, egy partfürdőn lévő hagyományőrző tábor. Ez már évek óta működik, és most is egy hatnapos programot kínál a szegedieknek, aki oda kilátogat. Erre előzetesen kellett jelentkezni? Nem. Elég, hogyha a programfüzetből tájékozódik valaki, és ott hát bejelenti, amikor bejön a partfürdő területére, hogy ebbe a táborba igyekszik. Ha fürödni is akar, az más kérdés. Tehát a fürdőjeggyel együtt nem jár. Tehát a kávéház annyira nem gazdag, hogy ingyenes fürdési lehetőséget biztosítson. Mit nyújt ez a tábor? Mit nyújt? Hát különböző népművészeti mesterek lépnek ott föl, fafaragóktól kezdve bábkészítők, tehát elsősorban a fiatal generáció és az idősödő generáció, tehát pont a középgenerációnak nem nagyon nyújt, de mondjuk a fafaragó művész, aki érkezik, az nagyon érdekes dolgokat szokott produkálni, nem beszélve, hogy azért ott ebédelünk is, és hát beszélgetünk, tehát jó, könnyed programok vannak ebbe a táborba. Ezt tábornak hívjuk, de gondolom, akkor nem gyerekek részére. Gyerekek is jöhetnek, mert van bentlakásos része is. Na, arra jelentkezni kell. Tehát, hogyha valaki arra akar jönni, hogy ott helyet is biztosítsanak neki, akkor arra jelentkezni kell, illetve van olyan is, ami nem csak gyerekeknek, felnőtteknek, a táborba az idén jönnek vendégek Aradról, tehát a kávéház érdekes módon tud terjeszkedni, ez főleg a Szondi Ildi szervező munkájának köszönhető, és mindig egy kicsit belépnek új tagok is. Most például egy Tivadar atyán keresztül, a Tivadar atya a aradi Szent Gizella templomnak a plébánosa, akinek igen jó kapcsolatai vannak, egy dorozsmai vállalkozóval, akinek van ott egy faluháza, ott is van már több kávéházi rendezvényünk, és ez a hölgy, aki egyébként valami Feltin Erzsébetnek hívják, írt egy könyvet a Gizella királynéről, ezzel kapcsolatban Szegeddel összehozta Aradot, és most itt lesznek a Tivadar atyáik is hatan. A kávéház pedig egy egész busznyi kirándulót vitt Aradra. Ugyanebbe a szervezésbe. Tehát ezek tényleg olyan könnyed nyári programok, meg még Mezőhegyest is útba ejtettük, megnéztük azt a nagy gyönyörű lovardát. Aztán vannak olyan programok, amik hagyományos hagyományőrzők, például a Dugonics éva van most, az idén a Dugonics évet rendezi a kávéház. Egy rejtvény műsor is van, minden kávéházi füzetbe ki lehet tölteni egy szelvényt, aminek a végén majd lesz egy értékelés, de mondjuk ebbe tartozik, hogy megkoszorozzuk Dugonicsnak a síremlékét a temetőbe, úgyhogy ezek kifejezetten, és még a könnyed programok közé tartozik, és ez is hagyományos, minden évben visszatérő, az, hogy ott a Klauzál téren, a Virágnak a teraszán van egy kávéházi műsor, amit ingyenesen hallgathat mindenki, ott le is tud ülni, és itt tovább, hát persze illik rendelni is valamit, hogy a cég is megkapja a magáét, de ha nem rendel valaki, akkor is végülheti. Azt hiszem, hogy egy olyan koncert lesz most, hogy
azt mondja, a Desszert Együttes koncertezik. Ez mind benne van ebben a programfüzetben, ezt meg lehet találni. Mik a tapasztalatok, hogy ilyenkor nyáron mennyire lehet megmozgatni az embereket ezekkel a programokkal? A törzsközönség megmozdul, mert be kell vallani, hogy a törzsközönség az idősebb generáció, ráadásul az idősebb generációnak is inkább az a része, amelyik hát nem megy el mondjuk külföldre nyaralni huzamosabb időre, azok jönnek. Tehát én látom, én magam se vagyok annyira mindennapos látogatója a kávéházaknak, az a Szondi Ildire szortja, mert ő a főszerkesztő, neki kutya kötelessége. Igaz, hogy csak 3-4 percre, de minden rendezvénye megjelenni. Egyébként naponta 3-4 van, tehát ez egy meglehetősen nagy rendezvénycsokor. Ez, akik ide jönnek, szoktam látni, amikor néha vagyok, hogy ugyanazok beiktatják a napi programjukba, hogy délután mit tudom én, 4-kor, 5-kor, 6-kor, ahogy a programfüzet van, sőt azt is látom, hogy egyik programról mennek a másikra, tehát fűzik össze. Ilyen értelemben nyugodtan merem mondani, hogy ez egy komoly kulturális missziót teljesít azok számára, akik már nem igen engedhetik meg maguknak azt, hogy költségesebb szórakozásokat válasszanak. És megtalálják a maguk programjait. Persze meg kell mondani, hogy ezek általában olyan könnyedebb programok. Tehát nagyon nagy közönsége szokott lenni például az úti beszámolóknak. Tehát vannak kávéházi tagok, akik kirándulnak, de mindenféle egzotikus helyekre, tehát Tajföldtől kezdve Dél-Amerikán át minden előjön, és akkor azok ilyen vetítkétes képes előadásokban beszámolnak az úti tapasztalataikról. Az őszi szezonra már készülnek el? Hogy nem? A kávéház körülbelül 2 hónapra tervez előre. Őszi szezonra már komolyabb programok is lesznek, de még az mostani nyári programban, az előbb említettem, ilyen útleírás, például most Izrael került elő, tehát Izrael fog előkerülni, és a komolyabb programok előszele már, de ez még mindig a nyáron lesz, ez azt mondja, hogy a nemzeti agykutatási programról egészen komoly szakemberek, tehát Vécsei professzor, akadémikus fog beszélni, méghozzá kifejezetten úgy, ahogy a cím is mutatja, hogy nem szakembereknek, tehát nem szakmai konferencia. Ez, annak ez egy sorozat egyébként, hát ez már a többedik. Méghozzá az a sorozat, ami annak köszönhet, hogy mindig hát, megújul a kávéháznak a szervező gárdája. Baradnai professzor, aki híres sebész volt, de most már nyugdíjba vonult, és hát 80-on túl van, és Szegedváros díszpolgára, tehát hajlandó volt, természetesen ingyen a kávéházba, mindenki mindent ingyen csinál. Ilyen esteket szervezni, elnézést, és nagyon jó partner találta Tráser Lászlóba, aki meg újságíró, ők ketten menedzselik ezt a sorozatot, ami azt hiszem 4. vagy 5., és mindig meg tudnak hívni komoly egyetemi embereket, akik aztán hát szerepelnek így a kávéházba, de például bemutattuk az új rektort, meg az új egyetemi vezetést is. A kávéház mindent csinál, és mindenki kiválaszthatja azt, ami neki megfelelő. Ezért nem szoktam elfogadni azokat a kritikákat, hogy a kávéház nem minőségi műsor. Attól függ, hogyha megkavarjuk azt a hatalmas konglomerátumot, ami azt mondja, hogyha hétfőket, szerda, csütörtök, pénteket veszem 5 napot, 5 nap mindegyik általában 3 program, akkor az 15 program és 4 hét van, az 60 program. Ha 60 programban nem talál olyat, ami ő neki minőségileg megfelel, akkor neki rossz az ízlése. Természetesen ki tud szűrni egy csomó olyat, ami nem megfelelő neki. Pontos időpontokat mindenki megtalálja az imént mutatott programfüzetben. Igen, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm, és kívánok mindenkinek kellemes nyarat.